Dragi da studenti, mu vrajo kjer do ti vidi, kaj je še na doma, te je mogi doma pisa di kreksevu, pa se je še več na kreksevu. Mati je mogi doma pisa di kreks, pa se je še več. És először itt van 12 tanítványát, hatalmat ad a nékik, a tisztátalan erdők felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Tessék helyet foglalni. Mivel örök számomra, hogy a szaráli testvérekkel lehetünk együtt az Úrban, egy lélekben Isten igéje mellett. Köszöntést hozok személyesen a Bani testvér részéről, sokat mondod a testvérekre, és kívánok sok erőt, és megtanulást a testvéreknek, Istenünk egyenlőből. Mivel egy nagyon rövid igevers, de nagyon sokat mondó számunkra, mivel mi parancsolatot kaptunk, felhatalmazást kaptunk egy olyan Istentől, aki elkezdte a méretünkben, az ő jogából és ő akaratából az igaz munkálkodást. És az igazi munkálkodás abban áll, hogy ő számára vagyunk teremtve. Ne felejtsük el ezt. Ő számára vagyunk megváltva és egy új életre keltve. Meg vagyunk váltva a bűn tagjából. És számunkra ez az igazi parancsolat, hogy élj neked, tisztán és szabadon. Teljesíts egyetlen egy parancsolatot, hozz örömet másnak. Akarunk mi örömet szerezni saját életünkben, igazi feltöltődés. Ez a mai reggelnek legnagyobb kérdése. Akarunk mi szolgálni, akarunk mi olyan lelki ajándékokat kapni, ami drága édesatyánktól, hogy megérezzük az ő vezetését és az ő áldását. A mottónk így szól, hogy imádkozunk küldetésünk betöltéséhez, szükséges erőt. Kinek kell elő, mikor teli van erőre? Kinek kell, mondjuk, enni valamikor teli a hasa? Számunkra lehet, hogy mi nem érezzük. Számunkra mindig ott kell legyen az a csatlakozás. Igaz, hogyha a házban járkálunk, és valamelyik részben a háznak nincs olyan kivilágítás, naturális fény nem jön be a házba, igaz, hogy meg vagyunk szokva, azonnal felkapcsoljuk a mivel. Ilyenek kell lenni mi Isten kezében. Folyamatosan összelenünk csattolva ővel. A szükséges erőt mindig meg tudjuk ragadni és elkapni. Ez nagyon számomra fontos. Mindig térdőkön, mindig békésségre munkálkodnak. Kérjük az erőt, meg ne feledkezzünk arról, hogy így ebben a részben, hogy okosabbak legyetek, mint a világ. Olyan okosak legyetek, mint a kígyók. Megragadván minden alkalmat. És nem beszélve, hogy szolgálterünk, hogyha mondunk valamit innen, Isten igével kell aláhúzunk. Úgy húzzuk alá a mi cselekedeteinket, a mi tetteinket a napi életünkben, hogy meglátszódjon, és kitűnjön Isten fényében. Az ő igéje legyen az, ami megváltozza a életünket. Ha teszünk valamit, szóljunk egy ügyelmeset hozzá. Hallja meg a sátán, hogy mi ismerjük. Mi tudjuk, hogy mi jogunk van, és milyen parancsolatait Istennek kell teljesítsük. Szükséges erőt. Van egy vészhelyzet mindannyiunk életében, és megérdeli Isten a vészhelyzetet is, amikor meg kell érezni, hogy ő hozzá kell fordulnunk erőjét. Hallottam egy igazi történetet, egy nagy híres kapitány hajójával elutazott az óceánra, és vészhelyzetben hívta a stáción keresztül, kért segítséget. És hát persze, hogy az, aki a földön volt, kérdezte azon perc, hogy hol van. Tudja, hogy én legnagyobb kapitány vagyok innen és onnan az országból. Jó van, uram, de hol van? Hol van a pozíció?
Hiába kér segítséget tőlünk, hogyha nem tudjuk a pozíciót, hogy hova menjünk, hogy segítsünk. De tudod te, hogy én a legnagyobb kapitány vagyok, és én itt is itt dolgoztam, és nekem ilyen tapasztalatom van, és öntapasztalatom van. Drága testvéreim, a zaklatosság lesüllyedt bennünket egy olyan veszedelmes helyzetbe, hogy látjuk csak a mi tetteinket, ami Isten előtt bánálás. Emelem én saját magamat. Isten tud adni szükséges helyzetben, szükséges erőt, hogyha belátjuk, hogy ki az igaz a mester. Ha belátjuk és megváltjuk őt, mint megváltjuk. Tud munkálkodni és tud adni az ő drága lelke által igazi felújulást, hogyha őt valljuk, őrül a teszünk bizonságtevést. Minden tettényben. És itt nekünk szükséges ez imádkozás. Szükséges az, hogy kapcsolatban legyünk. És nem mondjuk azt, hogy mit tettem én érted, hanem imádkozunk azért, hogy Uram, amit te teszel én érted, az legyen ott a neved dicsőségére. Hogy megismerjem azt a kegyelmet, amit te nyújtasz minden nap. Azért akarok imádkozni, lehet akarok bőtölni, meg akarok tisztulni, hogy a szükséges feltöltést, szükséges erőt megkapja. Mindez a te neved dicsőségére legyen. Hogy meglátszatom a te nyájad között, hogy vannak igazi követői. Így segítsen meg Isten bennünket, hogy meglássuk, mennyire is fontos számunkra, hogy megfelelő időt, megelőzni a sátánt, feltöltődjünk lelki erővel. Kész lenni mindig, ha jó Isten kell, lehet éjszaka, a gyűlözetet adni erőt, vagy lehet korán reggel, ne legyen számomra unalmas Istennek ígéje. Mert azt hozza meg a világosságot, azt hozza meg a megoldást. A megnyitott szent Biblia javítja meg a mi életünket. És ezért imádkozom, hogy küldetésünk betöltéséhez szükséges erőnk legyen. Az ő kegyelmét használjuk fel teljesen, és mindazt, amit ő ad számunkra, igennel válaszolunk, és alázatossággal tudjunk kérni előtt a többire is. Így kérem, hogy a férfi testvéreket, akik az Úr lelkéből imádkozunk.